Sziasztok! Ez itt a hét kérdése, melyben mindig egy kérdést teszünk fel nektek. Az eleti kérdésünk pedig a következő. Te hogyan vélekedsz a Snyder-féle rendezői változatról és annak rögös, de most már derűs útjáról? Mielőtt jobban belemegyünk ebbe a témába, járjuk egy kicsit körül. Az Igazság Ligája a közérdekű személyben egy bukott alkotás lett, és jobbára a Warnert és a Snydert felváltó rendezőt okolták. Miért? Mert nem azt kaptuk, amit Snyder csinált, helyette egy szétvaglosott pótfelvételekkel megspékelt filmet láthattunk. Bár tegyük gyorsan hozzá, hogy a Batman vs Superman még Snyder keze alatt készült, és éppenséggel azt se komálták annyira. Na már most, annó arról értesülhettünk, hogy Snyder kiszáll az Igazság Ligája forgatásából, mert a lánya önkezűleg vetett véget az életének. És ő a családjára akart koncentrálni. Ez érthető, és mindenki elfogadta. A film bukás lett, és egyből elővették a Warnert, miszerint ő telt erről a fent említett okok miatt. Évekig húzták, de végül részben a rajongói nyomás meghozta az eredményt. Megkapjuk a Snyder-féle rendezői változatot. Az még nem tisztázott miként, de az HBO Maxon fogjuk látni, és én úgy vélem, hogy egy 6 részes sorozatot fognak ebből kihozni. Menjünk egy kicsit a megkapott morzsákhoz. Az eredeti elképzelés szerint 3,5 órás mozit kellett volna kapnunk, de ehelyett 2 órásat nézhettünk. Kaptunk infót a forgatókönyvről is, ebből a Nightmare dolog a legérdekesebb. Snyder az Igazság Ligáját trilógiaként akarta, és mind a Nightmare köré épült volna. Nightmare érzésből kaptunk már a Batman vs Supermanben is, mikor is az államjeletben egy pokoli világban Superman gonosz lesz. Van még itt morzsa, lett volna Flash vissza a múltba, illetve Darkseid is felbukkant volna, aki maga teszi gonosszá a Superman. Ez mind szép és jó, de ugyebár ezek nincsenek leforgatva, vagyis maga a trilógia központi részeit árulták most el. De a történet ismeretében lenne érdeke a Warnernek és a nézőknek folytatni az Igazság Ligáját a spoilerek ellenére? Vagy inkább, ha mégis folytatnák, akkor egy új történetet gondolnának ki a Snyder-féle történetre alapozva? Szerintem a kettőt fogják ötvözni, tehát amik jól hangzanak, a gonosz Superman és az ellene irányuló akció, azok mind megmaradnának. Itt ugyanis csak a látvány számítana, amit ha megfelelően nagy költségvetéssel csinálnak meg, mint az eddigi Snyder-féle akció jeleneteket, akkor a rajongók spoilerekkel együtt is elégedettek lennének. Csak azon kellene törniük a fejüket, hogy mégis meglepetést okoznak a történetben, hogy Superman másképp váljon gonosszá. Eddig úgy hallhattuk, hogy a Snyder-féle változathoz 20-30 millió dollár is elegendő lenne, vagyis a jelenetek nagyja csak párbeszédből állna, nem pedig akció jelenetekből. De jött a hír, hogy a költségvetést meg kell növelni, és úgy érződik, hogy drasztikusan. Az HBO eddigi legnagyobb költségvetése, ha sorozatról volt szó, az több mint 100 millió dollár, amit a Trónok harca utolsó évadjára költöttek. Bár gyorsan tegyük hozzá, hogy a Trónok harca utolsó évadánál azért érezhettünk némi spórolást. De vajon megéri-e ennyit áldozni egy rendezői változatra? Szerintem is. Az HBO-nak szinte biztos, hogy megéri, mert rengeteg új előfizetőt szereznek. A Warnernek megéri-e szembeköpni magát, mint filmstúdió? Igen, azt a kis turhát elbírják, ha ezzel mint anyagilag, mint szimpátiailag is előrébb törnek. De vajon jó hatással lesz-e a filmiparra a Snyder-féle rendezői változat? Szerintem rosszul fogja érinteni. Én nagyon örülök ennek, de tudom, hogy innentől ezzel is példálozni fognak, hogy XYZ film azért lett szar, mert nem a rendezőit kaptuk. Az HBO sem hülye, ők nem a rajongóknak akarnak eleget tenni, főleg nem azoknak a gonoszoknak, akik a kék lemezt már eltörték, elégették. Itt pénzről van szó, és az alkalomról. Évekig kérlelték a stúdiót, erre pont akkor kapunk valamit, amikor a koronavírus miatt lelassult minden. Még a munkát elvileg el se kezdték, így az HBO csak spájzol egy nagy pénzes bombát. Minden esetre én örülök a Snyder-es Igazság Ligájának, bizonyos, hogy elkezdődött valami, de remélhetőleg nem fogunk naponta hírt hallani, hogy mely rendezői változatot akarja a nép. Ez volt a hét kérdése, benne azzal, hogy te hogyan vélekedsz a Snyder-féle rendezői változatról és annak rögös, de most már derűs útjáról. Neked mi a véleményed? Írd meg kommentben és nyugodtan fejtsd ki a mondandód. Találkozzunk legközelebb, addig is hellóztok! Utóirat, egyébként mi lesz, ha a Snyder-féle rendezői változat szar lesz? Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.